Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntök benneteket. Kezdjük ezzel, ezzel, mert marha hideg van itt a kocsiba, és nem akarom tovább üzemeltetni a klímáját. Tehát ide azért nyomok nektek gyorsan egy ilyen klímát, hogy miket lehet ide összehozni itt a mérőműszeremmel. Mint látjátok, nagyon hideget fúj. Én ezt ki is kapcsolom, mert nem akarom, hogy itt súgjon itt a fülembe vagy fületekbe. És akkor megnézzük ezt a Seat Alteát. Ez egy fekete színű ötajtós, ugye Seat Altea. Itt vannak nálam a dokumentumai, jobban, de egy már biztos a kezemben van. Itt látjátok a forgalmi engedély, egy magyar forgalmi engedély, ugye Károly Hugo Vilmos, 071-es forgalmi rendszámú autó. Nézzétek meg az ügyfelkapun, én is megnéztem. Egy abszolút igazolt, garantált kilométer futású járgány, tehát végig látható, hogy mennyi kilométer volt, mikor benne, összesen három gazdája volt neki az adta az időszak alatt, ami ugye 6-5. hó 12-t jelent. Az autónk 1470 kilós, de ettől függetlenül van egy 2000-es 140 lóerős dízelmotor benne, egy PDTD-i dízelmotor, ami nagyon szépen dolgozik, kellemesen, csendesen, és van benne bőséges erő, hogy ezt az autót vigye meg a benne ülőket, és a csomagjaikat, mert hogy nagyon nagy csomagterű kocsi, és kényelmesen el fog benne férni mindenki. A gazdája, aki legelőször ugye megrendelte, az sok-sok mindent belekért az autóba, extraként, például látjátok, hogy a lámpamosós és szenonlámpás, és ugye ez működik is az autóban, és nem csak ez működik benne, hanem minden működik az autóban. Kötfényszórót látok rajta, hogy ez egy fekete metál autó, és alufelniket láttok a járgányon, ezeken a felniken nyári gumik vannak, mind az első, mind a hátsó teljesen rendben van, és egyben van, és használható még, és a tárcsafékek is jó állapotban vannak, hiszen ezt a súlyt, teljesítményt, meg a benne ülőket meg kell állítani, úgyhogy elő-hátul ugye tárcsafékes, és jó állapotúak ezek is. Minden működik benne, szóval nyugodtan gyertek el, nem lesz vele probléma. Meghallgathatjuk a motorját is, mert hogy kinyitottam, itt ez a dízelmoci. Ide tudunk lesni egy kicsit abba a tartályba. Az aksi rendben volt, könnyedén indította a járgány, és ki is fogjuk próbálni, majd fogunk vele menni egy rövid kis próbautat, hogy lássátok, érezzétek, halljátok, hogy az autó jól vezethető és használható gép. Hátul tolatószenzorok vannak, és van itt benne ajándék is, már is mutatom nektek az ajándékot, de előtte még lessünk ide. 24.5. hó 19-ig szól ugye a műszaki vizsgája, tehát közel 2 év műszaki vizsgája van a szerkezetnek, nem kell vele foglalkoznatok, és nem kell majd téli gumi vásárlásával is majd töltenetek az időt, mert hogy van hozzá 4 darab téli gumi, felnistől ráadásul, ami szintén alufelni, tehát jól fog mutatni majd télen is a gépetek, tehát 1, 2, 3, 4, ja nem, ott a negyedik. A negyedik gumi ott van, és ezt is majd szépen szerejétek fel, majd ha szükséges, nem, becsuktuk, mert szűkösen vannak azok a kerekek, a lehajtható, ugye ez a középső támasz, aztán van fejtámlánk, van ugye a kalaptartónk, mert most ugye nem fér oda, kaptunk hozzá egy kis napellenzőt, a gumi ugye felnistől ott van. Van az autónkban elől oldalt függönylégzsák, 4 darab elektromos ablak még, amit belekértek. Mint mondottam, minden működik benne, felesleges ellenőrizgetnünk, de mi lenne, ha nem hinném el? Akkor így lenyomhatjuk ezeket a gombokat, és akkor rögtön ki lehet próbálni, hogy működnek ugye ezek a beszerelt dolgok. A klímát teszteltük, ugye nézzük tovább a járgányunkat. Könnyöktámaszos, menet stabilizátorra rendelkezik, belülről centrálzára, tempomattal, már beülök, tempomat van benne, 270.119 az órállásunk, ez ugye igazolt természetesen, és már is mutatom, hogy mivel tudjuk ezeket igazolni. Megvan ugye a két gyári kulcsa, majd be fogjuk indítani újra. Velem van Concerto és Peti és Serikém, szevasztok, nézzük, hogy mit tudtok mutatni. Hát ezt már láttuk, hogy jó hűt a klímája. Aztán megvan a törzskönyve, mert hogy az is kell hozzá, hogyha meg akarjátok majd iratni, illetve van egy vezetett szervizkönyvem,
Itt látható, hogy végig márka szervizbe hordták, ugye, és mivel magyar nyelven van, tehát ez a magyar autó, és a forgalomba is ez derül, és itt van visszamenőlegesen, nagyon izgalmas különben, itt végig lehet nézni az összes elmúlt szervizét az autónak. Amúgy megvan a gépkönyv, a leírása, minden dolog, amit kapott ugye újonnan a gazdája. A zenét azt lehalkítom, amúgy szintén jól szól, a klímát kipróbáltuk, dupla digit klíma, ide-oda tolja nekünk a hűvös levegőt. A tükörbe hajlik, ezt is kipróbáltam, íme látjátok, már be is hajlott, visszafelé pedig visszaforgatjuk, és visszament mind a kettő. Hatos a kéziváltója, ami még itt jó dolog, a fogyasztásmérő, illetve megtehető utalt, ilyesmiket, átlag fogyasztásokat méri nekünk az autó. Bekötöm magam, így kiaut az összes kontrollámpa. Állítható magasságú, négy irányban, ugye? Igen, négy irányban állítható, ugye ez az oszlop. Ide kifordulunk, és szépen újraindítjuk majd, jó? Hogy addig is egy kis időhúzás gyanánt, míg tudunk egy karikát menni vele. Nagyon nagy tér van az autónak itt fölfelé. Magas ember is biztos, hogy benne jön, vagy nyugodtan jöhet 100 kg fölött is bárki, mert el fog benne férni így is. Jobbra-balra, nem lesz válban szűk, és fölfelé is a feje nem fogja itt a plafont nyaldosni. Van benne szemüvegtartó, itt a függöny légzsákunk, és akkor nézzük meg, hogy én leállítom ezt a gépet, most piros a lámpánk, itt a két darab kulcs, egyik az sima natur, ez a tartalékos kulcs, a másik pedig ugye a centrál vezérlős kulcs. Kigyulladnak a kontrollámpák, és ugye indítás után, hogyha minden rendben van, akkor azt szoktuk mondani, hogy akkor tényleg működik is benne minden, és akár indulhatunk is, mert zöld a lámpánk. Centrál bezár. Nagyon szépen húz, tehát ugye 140 lónak húznia kell, az biztos. Jó fogása van a bőrkormánynak, a műszerfalunk pedig egy nagyon szép pirosas fényben úszik, főleg a sötétre, de a világításunk egy automata funkcióban is állítható, ilyenkor tudunk spórolni, kikapcsolni, hogyha világos van, és hogyha besötétedik, akkor pedig automatice be fog majd kapcsolni, és a tükör, ez a belső tükör, ez sötétedik. Csendes a futómű, csendes a motor, kuplunk puha, a váltórút könnyen közlekedik, és van benne, mint mondottam, bőven teljesítmény. Tehát megy szépen az autó, teljesítményre nem lesz majd. Teljesítményre nem lesz probléma, 90 fokos az autónknak a üzemi hőmérséklete, úgyhogy nyugodtan nyomhattam a gázt. Szerintem így ennyit tudtam mutatni nektek, mert körbeértünk. Aki ettől sokkal többre kíváncsi, az itt eljöhet, azt lapozgathatja a dolgokat, meg ugye mondtam, hogy ügyfélkapun is nyugodtan nézzétek meg, mert meg fogják találni. Ezt megköszönjük, hogyha megnyomjátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hát ha találtok magatoknak valami jó szekeret, vagy ezt, vagy valami mást, vannak itt jó dolgok különben, körül lehet nézni. Telepen van jó pár kocsink, hát meg gyönyörű növényeink vannak, ezt is érdemes megnézni. Gyertek be hozzánk, sziasztok, a viszontlátásra!